Sziasztok, itt Atis, a mai videóban egy retro konzolt tesztelünk, ezt már ígértem nektek, egy kicsit elcsúszott, nem kicsit, nagyon elcsúszott, és ma bemutatom nektek ezt a retro konzolt, ez is az eredetinek a másolata, majd videókon fogjátok látni, hogy a kettő között mi a különbség. A hátulján van egy DC-in, ami egyébként egy micro USB kábel, egy HDMI out és HDMI-vel tudjuk hozzákötni a kijelzőinkhez végre. Az elején találom két speckó csatlakozott a kontrollerekhez, tehát itt ez egy elég komoly dolog, hogy egyelőre, még majd mondszolgatom tovább, de ez azt jelenti, hogy a régi NES kontrollerek nem lesznek jók hozzá, tehát saját cuccot kell csinálni, vagy saját cuccot kell vásárolni hozzá. Ugye itt lenne az a rész, ahol meg kellene tenni a cartridge-et, de szerintem dísz, ugye ez nincs itt. Látni fogjátok, mi a kettő között a különbség, ezt is majd bemutatom. Illetve lesz játékteszt, illetve a menüt is megmutatom majd. Majd szerzek a videóanyagot, hogy a kettő menü között meglássuk a különbséget, illetve elmondom, hogy amúgy is, hogy mi a kettő között a különbség. Na, akkor meséljünk a New System, vagyis a NES-ről, a NES Classic-ról, hogy megjelent két évvel ezelőtt, akkor jára kb. A 40.000 forint volt, és az emberek azt gondolták, hogy ennek szerintük megéri, de amint telt múlt az idő, ugye ez a retroláz még mindig él, és a kínaiak által egyes AliExpress, Wish meg ilyen oldalakon megjelentek ezek a konzoloknak a másolatai, ami ahhoz képest, hogy olcsóbb, több játékot nyújt, és kevesebb kompromisszummal. Na, az első még pedig, hogy az eredeti újrakiadott NES Classic Mini, az egy kontrollert, és külön meg kellett azt hiszem 5000 forintért venni a második kontrollert, de amúgy ezek a kontrollerek, is tök faszák egyébként, meg tök jó a gombja, meg minden, szóval én nem panaszkodtam rá ezekre a másolatokra se volt panasz. De itt 10.000 forintért már kettő kontrollert kaptok, nem 32 játék, hanem 621 játékot kaptok hozzá, és bemutatom majd a videókon, hogy sok különbség kinézetre nincs is a kettő között. Csak a csatlakozók, és az itt kurva lényeges, amúgy ugyanolyan könnyű, praktikus, akár hogyha akarjátok, kis táskába is belefér, úgyhogy szerintem egy nagyon praktikus kis konzolról van szó, és abból már ketten tudjátok játszani, mert ez egy duo set, szóval nincs rá panaszom, esküszöm. Olyan maga menüje, majd megmutatom, hogy olyan, mint régen, ami volt a búcsúban, az a 88 az 1-ben kazetta, csak képzeljétek el, csak itt például menükre és kategóriára van osztva, hogy az adott kategóriába, illetve most mondok nekem sportjáték, vagy platformer játék, mondjuk 88 az 1. Szóval abban az egy kategóriában, amikor 88 játék van, szóval brutális mennyiségű játékot kaptok ennyi pénzért. És ezt rohadtul megéri szerintem. És nézzük is meg a kettő konzol között a különbséget azon felül, hogy alapba két kontrollert kaptok hozzá, majd közelükkel megmutatom, az első nagy különbség mégpedig maga a kontrollernek a csatlakozója. Ezt szerintem azért oldották meg így, mert így nem csúszik ki olyan könnyen magán a konzolból. A kábel hosszúsága szerintem ugyanolyan hosszú, ugyanolyan, mint a másik, ilyen egy, inkább olyan másfél méter talán, egy méter. Nem olyan hosszú, mondjuk az lehetne hosszabb is, ez egy panaszom van rá, illetve nagyon nehezen lehet beledugni magába a foglalatba. Egyébként, ami konkrétan úgy néz ki, de végig a csatlakozó, de ezt nézzük el neki. Ugyanúgy microSD csatlakozóról kap áramot, de itt viszont nem úgy van, hogy a tévét dugjátok be a
micro-USB-t, hanem egy micro-USB-s adaptert kaptok hozzá, illetve ugyanúgy HDMI kábelt kaptok hozzá, egy HDMI-s verzióról van szó, de ez a, ha meg akarjátok szedni, akkor potom pénzre akár 6000 forint is tudtok egyet szerezni, csak annyi a kompromisszum, hogy nem full HD-be dobja ki a képet, hanem mondjuk azt hiszem 480, mert ugye RCA kábel az nem tudja akkor azt a kép és adat átviteli sebességet, illetve nem tud akkor a felbontást átküldeni magának a kábelen keresztül. Úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen egy jó deal, és majd szerzek be egy másik verziót is, ami inkább hasonlít a kazettásokhoz, ami régen kijött az egyet, amit, amiről meséltem is, és az viszont meg a NES, a Super NES, szóval a Super Nintendo játékok lesznek rajta, és az mondjuk egészen másképp nézik ki a kivétele, mint az új NES klassziknak. Szóval az is be lesz mutatva ezen a csatornán. Úgyhogy most így elmondtam, mi a kettő között a különbség, mert olyan sok különbség nincs. Nézzük meg, hogy milyenek a játékok, milyen választék van rajta, és hogy milyen jó rajta a játékélmény. Na, nézzük is! Na, ilyen lenne a menü, amit meséltem, hogy kb. Van 6 kategória, és minden kategóriában van egy rakat játék, összesen 621 játékról beszélünk, és akkor mindjárt meg is mutatom nektek, hogy milyen, szóval ez a menü neki. Nincs olyan menüje, mint a másiknak, hogy konkrétan ott tudtok szemezgetni a játékok között, a 32 játék között, illetve nincs mentés, az, hogy akárhonnan mentetek, olyan nincs benne, mint a NES Classic-nál, Classic Mini-nél. Ez viszont egy valamilyen szempont valakinek egy hátrány, de régen se volt ilyen egyébként, hogy tudtatok akárhol menteni, úgyhogy szerintem ilyen, ezt nem róvom fel neki. Szóval láthatjátok, 84 az egyben, mint egy régi kazetta lenne, amit mondtam is, 84 az egyben, szóval 80, vagyis 80, nem 80, 88 az egyben, szóval 88 játék van rajta. Ez mind, ahogy láttatok, különböző Mario játékok. Megnéztem, nem ismétlődik, minden egyes számozott Mario-nál más Mario játék található, illetve a klasszikus Super Mario játékok is rajta vannak, a Super Mario Bros. 1, 2, 3 is rajta van, illetve egy csomó minden még, amit majd nem fogok nektek mind megmutatni, csak egyet-kettőt szemezgetünk. Megmutatom nektek azt, ami általában mindegyik ilyen konzolon rajta van. Oké, itt vannak a gémek. Ezek... Igen. Az options-t akarom, aha. Itt a display. Aha, tehát itt tudunk választani, ez nagyon érdekes. Tehát van a, ugye, nyilván 4-3. Ez a sima 4-3-as megoldás. Van ez a Pixel Perfect mód. Ez nem tudom, mi lehet. Ez ugyanaz, nem? Van CRT filter? Igen, és van egy CRT filter, amit rá lehet rakni játék közben, amit ilyen csíkosabb, ilyen CRT tévésebb lesz a tudsz. Én 4-3-at választom, de ezt ki tudjuk választani. Options-be van auto shutdown, screen burning reduction. Mit a régneve? Hát a túl sok pixel, hát ez nem tudom pontosan mire lehet jó. Ez a demo. Lehet, hogy generálja nekem, szimulálja? Nem hiszem, hogy szimulálja. A language-et tudunk váltani, itt vannak a legal notice-ok, hogyha valaki azt akarja olvasni, ez mennyire legal. Itt van a manual, akkor digitálisan is megvan a használatosítás. Szóval látjuk, Mario, ez a Super Mario Brothers, Super Mario Bros. 2, 3, Tecmo Bowl, az első Zelda, a második Zelda, Balloon Fight, Bubble Bubble, Castlevania, ANYA!
Castlevania 2 Simon Quest, jó is, a Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Double Dragon 2 The Revenge, készüljön. Dr. Mario, ez még Cyberpunk, ez annyira nem szerettem, Final Fantasy, Galaga, Ghosts and Goblins, most milyen isten game bazzeg, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, igen, Kirby's Adventure, az első Mario Brothers, Mega Man 2, sírni fogok meg, esküszöm, a Metroid, Ninja Gaiden 1, Pac-Man, Punch-Out, áááá, de meghalok, jó, a kell behagyja, bocsánat. Ez pedig a... Super Mario Brothers, szóval Bros első része, még konkrétan mindegyike. Egy kis konzolon rajta van, szóval olyan nem nincs, amelyike nincs rajta. Úgyhogy látjátok, kép az kurva jó, nagyon átadja azért a hangulatot, meg a retro feelinget, úgyhogy szerintem más osztályú. Na féleképpen, itt jön egy ilyen kis gomba, pojt, azt kiktartuk. Persze tovább, nem szoktam ezekkel mamát tökölni, mint régen. Napasztak, mint a szél. Úgyhogy a... itt az... van a kis virág, a tűzvirág. Felszedjük. Aprítjuk a népet, mint az állat. Én ma itt tolom, sacka, én ma itt tolom, profi, profi. Aha, ott van még egy, azt még nem tudom, hogy fel tudok szenni, mert az 1000 pont. Szóval a zene az nagyon feelinges. Szóval nem változtatok játokon semmit egyébként. Szerencsére. És ugye. Nekem az összes között, a 600 szónai játék között, nem tudom, ami nekem ez a kedvencem, mindig ezzel szoktam általában játszani. Mindegyiket nagyjából majd ki is próbáltam, mindegyik jó. De ez az autentikus, a feeling. Maga a kamera annyira nem látjátok a... nem úgy adja vissza a színeket, de viszont nagyon patent egyébként 4K TV-n, úgyhogy nincs okom panaszra. Na most basztam el, egyébként nem szoktam elbasztani, csak rombol mutatni a játékot. Szóval, ja. Elbasztom. Elbasztom. Mondjuk ez egy kicsit direkt volt. Na. Megnyomjátok a select gombot, akkor vissza tudtok lépni a menübe. És akkor megmutatok nektek még egy pár játékot, ami rajta van. Fú, legyen olyan, ami a másikon nincs. Legyen ez a Super Sprint. Aha. Mondja, hogy két playas. Nem tudom, melyik a gáz, srácok. Jaj, ez kurva nehéz. Régen is ilyen nehéz volt. Jézus Isten. Deadriftel a gyerek, deadrift. Júj, neki a falnak mindenki. Na mondjuk ez kurva nehéz. Nem, mintha nem úgy reagálna a kontroll néha, hogy kéne, de... az látszoknyám. Van egy kis fáziskésés, kis latency, de... Oh. Jó, felrobbantam. Jó, még én vagyok az első. What the fuck? Oh. Na. Kicsúsztam, baszki! Ja, szóval... A hang jó, fú, a hang is ahondan, de fú, basszus, tök kurva élet. Kurva nehéz irányítani. És régen ilyen nehéz volt vele játszani, basszus. Ha.
Hopp, hopp. Faltól falig megyek, mert annyira, hogy van... Akkora latency van, baszki, hogy ez első lettem, srácok. Easy, easy. Easy, nyertem. Ja, jó, úgy látszik, több pálya van. Több versenypálya van, már nem is akkor lehet így azért... Na, ilyen is van, forgószél, tornádó. Mi a fasz? Na, erre. Erre menjek hátra előre, vagy vassz a kurva életbe. Várjál, most akkor... Merre kéne mennem, mert teljesen összezavarodtam. Aha, jó, kicsit összezavarod. Na, akkor mutassam meg még egy pár játékot. Van shooting game is, a racingben voltunk, legyen fighting, mert ami ezen rajta van, egy csomó Ninja Technocok játék van rajta, van Double Dragon is. Elrabolják a csajt, meg kell menteni! Extra mission. Most hol vagyok, geci? Hurra! Na, hogy azt tükem én vagy... Hurra! Jobbra rúgta! Na, gyere! Hurra! Forgópörgő. De amit mondtam, még az anyag kettő között különbség, hogy azon kettő gomb található, egyébként a kontrollán, itt viszont négy, de őszintén eddig nem volt olyan játék, amiben mind a négy gombot ki lehetett volna használni. Mondjuk talán még a Mortal Kombatban mennyire kipróbáljuk. De amúgy nagyon... A játéknak a 99%-ában nagyon ugyanaz van beállítva, mint a felső kettő gomb is. Hoppá, felvettük az ostort, így megcsaptuk az asszonyt. A gonosz nőszemélyt, a Hulk nőt. Ó, fel lehet menni létrával, és mi a szösszenet? Be lehet ide mászni? Nem lehet. Hol az, mint az ostorom? Az hol van? Itt jön egy kis csoki papa. Az a baj, hogy rúgás, az izé, arról takarom. Már nem próbáljuk. A holdot azt fel lehet venni? Aj! Tessék, megkaptad! Te szemétláda. Holdot még egyszer felveszük. Ugye ki vagyok pattintva. Ezt kap ki. Gyere, kelj fel. Háromszor gyomron rúgtam. Kész, game over neki. Kapja a szívet. Hú, micsoda forgópörgő rugások. Neki van most így, az nem jó, áh! Kiütöttem a kezéből. Basszus, majd megnyertem. Nem akarom, hogy felvegye. Lehet itt kombózni is, hagyjad már. Fedá! Nem kezd föl. Majd van életem. Az ostról megcsapkodjuk. Nem hagyom, hogy közelebb jöjjön. Egy kicsit izé. Ha, life hack, mert egy ostról van kezetekben, egyszerűen meg sem tudnak sebezni téged. nem lehet megsebezni, halhatatlan vagyok. A kurva! Most bekerültünk egy ilyen gyár épületbe. Az igen, hiszen... Kapja. Na. Na.
Hát ennyi lett volna a játék, tehát ahogy láthatjátok, rengeteg játék van rajta, még ezen felül is, úgyhogy mindenkinek ajánlom beszerzésre, mert egy nagyon jó pufa kis konzol, olcsó is, az eredeti árának a negyedéért, és ugyanazt az élményt hozza, úgyhogy mindenféleképpen egy jó vétel. Na, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, és további értesítésekért, illetve azért, hogy értesüljetek a streamjeinkről, csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, és lájkoljátok a Facebook oldalunkat, és ha szeretnétek minket támogatni, akkor használjátok a Zsuborkamester support creator kódot nyugodtan, ezzel a mi munkásságunkat segítitek elő ezzel. Úgyhogy a további tartalmakért, ha szeretnétek, akkor aki nem tette, az iratkozzon fel. És találkozunk a következő videóban. Én ott is voltam. Szevasztok!